Szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjelek jóslása 2019. szeptember 26-án. Az első kérdés, miben töri a fejét? Milyen gondolatok foglalkoztatják őt? Ez a kártya megadja rá a választ. A második kérdés, milyen az ő érzelmi világa? Vannak titkai? A választ megadja rá ez a kártya. A harmadik kérdés, milyen lépéseket fog tenni irányotokba? A választ mutatja ez a kép. Ezekhez a kártyákhoz kaptok még egy napi üzenetet. Az első kérdés az volt, hogy milyen gondolatok foglalkoztatják őt. Ez a kártya adja a választ. Ő a jelen pillanatban döntéseket fog hozni, és tisztázza a dolgait. És valamit le fog zárni a múltjából. Neki vannak jelen pillanatban elvárásai, és reménykedik abban, hogy ti lépéseket tesztek az ő irányában. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzései, és hogy vannak-e titkai? Ez a kártya adja rá a választ. Ő nyitott egy párkapcsolatra, és abban reménykedik, hogy egy találkozásra kerül a sor, és mint ahogy a kép is mutatja, egy intim kapcsolat érdekli őt. És ez áll az érzelmeinek a középpontjában. És ezek a titkos érzései. Most felteszem a harmadik kérdést. Milyen lépéseket tesz irányotokban? A választ mutatja ez a kártya. A kelyhek mutatják az ő érzelmeit, és ez arra utal, hogy szeretettel közeledik hozzátok. De valaki figyeli a részleteket, a háttérben kinyílik az ajtó. Ez lehet egy férfi, akkor ő féltékeny. De lehet egy hölgy is, aki nagyon kíváncsi, és tudni akarja, hogy mi történik kettőtök között. És a napi üzenetet mutatja ez a kártya. És ez annyit jelent, hogy változások történnek, és várható egy jó meglepetés. Amennyiben tetszett nektek a három kérdőjeles jóslás, örülnék annak, ha csatornámon ezt jeleznétek. Köszönöm figyelmeteket, viszontlátásra!